Támad a tél, az elkövetkező napokban a meteorológiai előrejelzések alapján rendkívüli hideg és hó várható hazánkban és így Székesfehérvár térségében is. Országszerte felkészültek a helyi és megyei védelmi bizottságok az esetleges vészhelyzetek kezelésére. Kijelöltünk melegedőhelyeket minden településen, tehát ha valaki úton reked, akkor az ellátása biztosított. Székesfehérváron ilyen kijelölt hely a Tolnai úti általános iskola. Ha valaki úton reked és nem tud hazajutni, akkor ott biztonságba lehet helyezni. A katasztrófa védelmi igazgatóság képviselője arra is felhívta a figyelmet, ha ilyenkor autóval indul útra valaki, készüljön fel az esetleges vészhelyzetre. Szeretnénk, hogyha mindenki úgy indulna télen autóval útnak, hogy van nála innivaló, ennivaló, takaró, és hát megfelelő mennyiségű üzemanyag a tartályokban. A rendkívüli hideg idő különösen nagy veszélyt jelent a rászorulók, köztük a hajléktalanok, az idősek és az egyedülélők számára, hívta fel a figyelmet dr. Almási Ferenc kistérségi tiszti főorvos. Figyelnünk kell a környezetünkben élő emberekre is, esetleg lakással nem rendelkezőkre, idős, egyedülélő, otthon lévő emberek. Az a tapasztalat, hogy a legtöbb fagyásos haláleset nem is biztos, hogy az utcán történik, hanem egyedül élő idős embereknél. Jó, ha otthon gyógyszer, élelmiszer tartalékkal rendelkezik az ember, tette hozzá a szakember. A helyi védelmi bizottság ülésén elhangzott, Székesfehérvár felkészült az esetleges vészhelyzetek kezelésére. A hókotrók üzemkészek, a városgondnokság beszerezte a szükséges sókészletet, és folyamatos hóügyelettel figyelik az időjárási változásokat. A város önkormányzata is megtette a szükséges előkészületeket. Szívesen fogadnánk, hogyha férfi kabátot, jégeralsót, férfi cipőket, téli lábbeliket tudnának hozni az emberek, ezt nagyon megköszönném. Mert... Ezekre az adományokra így nagy szükség lenne, hiszen Székesfehérváron mintegy 100-an élnek fedél nélkül az utcákon, számukra ezek életmentőek lehetnek. Közülük sokan a nagy hidegben készek elfogadni a segítséget, éjszakára bevonulnak a kríziskezelő központ átmeneti szállására. A hajléktalanok elhelyezése egyelőre nem jelent gondot. Pótszivacsaink vannak, amit már korábbi időszakban tudtunk vásárolni, rendelkezésre állnak, takarókat biztosítunk. Hangsúlyozom, azon plusz bejövők számára, akikkel mondjuk nem számolunk, és mondjuk valóban a hideg időjárása való tekintettel esetleg mégis az intézményt választják, és bejönnek a menedékhelyre, az időszakos helyünkre, vagy pedig a konténerbe, és akkor számukra biztosítjuk a minimális, normális életkörülményeket. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy aki bajba jutott embert, állatot, beavatkozást igénylő helyzetet lát, jelezze azt a Fejér megyei rendőrfőkapitányság 107-es, 112-es segélyhívó számain. Ezzel elkerülhetőek a fagyásos, kihűléses halálesetek.